szólt a taps az egészségügyi dolgozókért Szekszárdon a Veselényi lakótelepen kedden este 8 órakor. Úgy tudjuk, a hét többi napján a város más részein, köztük Csatáron is megköszönik ebben a formában az orvosok, ápolók rendkívüli erőfeszítéseit, amit a koronavírus járvány megfékezése és az emberi élet érdekében tesznek. Számos posztban, videóban köszönik meg a mentősök, vagy éppen az atomerőműben dolgozók munkáját az emberek. Ők azok a munkavállalók, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak, és kivárják a járvány végét, mert a munkájukra szükség van, vagy az áramellátás, vagy a betegek ellátása miatt. Azt írja, hogy bizonytalan az ellátás, most már csak ennyit írnak. Igen? Igen. Kevesen gondolnak bele, hogy több szakmát űző ember sem ülhet otthon ilyenkor, mert a munkájukat nem lehet otthonról ellátni. Ilyenek a boltosok, vagy éppen a gyógyszertári dolgozók. Ők azok, akik nincsenek reflektorfényben, de mindennapi hősként teszik a dolgukat, mert tenniük kell. Marosné Jankó Mária 11 éve dolgozik ebben a szekszárdi gyógyszertárban. Azt mondja, egyértelmű volt, hogy dolgozni fog koronavírus járvány idején is, pedig ő is tart a betegségtől. Egészségesnek tartom magam. Kolléganőm, aki már 70 fölött van, ő is úgy gondolta, hogy itt a helye, és nekünk dolgozni kell. Nagyon sok visszajáró betegünk van, aki talán el is várja tőlünk. Hegedűs Gyula, a gyógyszertár vezetője azt mondja, számos intézkedést hoztak ők is, hogy védjék a dolgozókat és a betegeket is. Például a gyógyszertár előtt kell sorban állniuk a vevőknek, plexi üveget szereltek fel a kiadópultra, maszkkal és kesztyűvel látták el a dolgozókat, valamint folyamatosan fertőtlenítenek. A munkát pedig átalakították a kieső gyermekes vagy idős munkavállalók miatt. Van két olyan dolgozónk, aki ugye idősebb, és többféle betegsége van, őket nem rendeljük be, hiszen ők nagyon veszélyeztetettek. Van olyan dolgozónk, akinek kisgyereke van, kettő is, őnekik meg otthon kell maradni a gyerekek miatt, nem járhatnak iskolába, úgyhogy a maradék létszámmal próbálunk itt helytállni. A gyógyszerész elmondása szerint jóval több és nehezebb feladat hárul rájuk a járvány miatt. A legnagyobb gondot a kiürült készlet okozza, nehezen tudnak gyógyszert beszerezni. A megrendelt készítmények feléhez jutnak csak hozzá, egy nagy kereskedőtől pedig naponta legfeljebb 17 doboz gyógyszert kapnak. Hegedűs Gyula türelemre int mindenkit, úgy véli, a nagy gyógyszerhiány rendeződni fog néhány héten belül, ha pedig tartósan hiányzik lenne az adott orvosság, akkor is igyekeznek segíteni a betegeknek, hogy senki ne maradjon terápia nélkül.